alapvetően szerintem jól éreztük magunkat, mi itt voltunk 2 évvel ezelőtt is, amikor szétstresszeltük magunkat, és idén egyetlen célunk volt, hogy ne stresszeljünk annyira, amikor előadjuk. Szerintem nagyon nagy megtiszteltetés volt ebben a mezőnyben lenni, nagyon jó házak között és nagyon szép tervek között voltunk mi is megemlítve, és ezért ez külön öröm. Meg az szerintem külön jó volt, hogy a zsűri nagyon-nagyon érdekes vitákat folytatott, szerintem a korábbi évekhez képest még izgalmasabbakat, és még kritikusabb, vagy szélsőségesebb véleményeket hallottunk, ez nagyon, nagyon jó volt, vagy nagyon jó volt a gála, nagyon élvezhető volt szerintem. Elképesztő. Le vagyunk egy kicsit sokkolva. Úgy várjuk a most, hogy milyen tragédiák fognak történni az életünkben, hogy ezt így, ezt a balanszot visszaállítsuk a normális kerékvágásba. Nagyon megtisztelőnek éreztem azt, hogy a diplomamunkám bekerült a legjobb 5 terv közé, és amikor ugye először megtudtam a hírt, akkor nagyon örültem, viszont ezzel együtt kicsit izgultam is, hogy fogom ezt a hatalmas megméretetést megugrani. Viszont a felkészítő kurzussal én úgy érzem, hogy úgy tudtam a színpadon állni, hogy abszolút felkészülve voltam a feladatra, és annak pedig, hogy végül a zsűri által is én kerültem ki győztesnek, pedig hát hihetetlen boldog vagyok ennek, úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt lehetek, és köszönöm a szervezőknek ezt az egész eseményt, úgyhogy én nagyon hálás vagyok.